A vonalban pedig Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Magyar Kétfarkú Kutyapárt az elmúlt egy-másfél év, hát ha nem is politikai fejleményeinek, de mondjuk legalább a közvélemény kutatásainak nagy nyertese. Szóval ez a párt úgy látszik egyre nagyobb mértékben meg tudja ragadni azoknak a szimpátiáját, támogatását, akik elégedetlennek nem csak a kormánnyal, de az ellenzékkel is. Na ehhez képest, mintha eljött volna az igazság pillanata az önök számára is, itt vagyunk egy nagy belpolitikai válság kellős közepén, Orbán Viktor reményei szerint már a végén, vagy azon is túl, de a kétfarkú kutyapárttól pedig lehet 5-10%-nyi szavazójuk, nem hallunk semmit. Van róla véleményük, hogy itt mi történik, miért, és minek kellene történnie? Persze, hogy van véleményünk, én szerintem nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy amikor látja az ember, hogy civilek, hozzáértők, olyanok, akikre hallgatnak az emberek, és olyanoknak, akiknek akár többet ér a szavuk egy bizonyos témában, az előtérbe lépnek végre, és összehoznak valami nagyot, akkor ezt szerintem tudni kell elismerni, tudni kell nem hasznot húzni belőle, és akkor hagyj reflektáljuk már a törlei katára, hogy ezeket a szereplőket, akik kiállnak, megégetik magukat, és a más ellenzéki pártok használni szokták őket egy-két hétig, egy-két hónapig, aztán eldobják, ezeket pozícióval emelni. És szerintem a civil kapcsolatok azok részben erről is szólnak, hogy nem csak, hogy együtt dolgozunk, hanem amikor eljön a pillanat, akkor nem az van, hogy Nagy Dávid vezeti az RTL listát, mert nem tudom, magas, meg van három gyereke, hanem az vezeti az RTL listát, meg azok vezetik az RTL listát, akik értenek hozzá, és szerintem ez valahol ezt kellene, hogy lefedje. Ezek a civil és politikai kapcsolatok. Jó, hát az, hogy a másik vetületében még azt mondom, tehát azt, hogy mondjam, hogy én is azt gondoltam, hogy ennek a versenynek vége lehet. Én szerintem ott, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr elmondta az évértékelőjén, hogy vissza akarja csavarni az időgépet, és az időgépet nem oda akarja visszacsavarni, mikor ezeket a gyerekeket a 2000-es évek közepén elkezdték bántalmazni, hanem oda, hogy a Novák Katalin aláírta a kegyelmet, akkor igen, azt gondolom, hogy szerintem egy olyan oldalát mutatta meg a Fidesz, meg a NER, amit eddig nem feltétlenül ismertünk. Figyelek! Igen, az abszolút érzéketlen és erkölcstelen oldalát, bár sokan sokfélét láttak ebből, de ennyire durván és ennyire egyértelműen és mindenféle szánalom, megbánás, együttérzés nélkül ez eddig nem jött elő, és ahogy a sajátjaikkal is elbántak, hogy már a nevüket sem említik, hát ez egészen sokkoló. Nem mondom azt, hogy most nagyon sajnálom Novák Katalint és Varga Juditot, mert tevékeny szerepet vállaltak ebben a rezsimben, de hogy így kergessék el őket, hogy már a nevüket sem említik, hát azért az szinte mindent elmond erről a rezsimről, de visszatérve önökhöz. És az európai parlamenti listájuk közzétételére azt mondom, hogy igen, rendben van, és értem is, hogy mit akar közölni ez a párt, még azt is remélem, hogy sikerrel fognak járni. Igen, egy Törlei Katalinnak, vagy Lé Mariettának, akit nem ismer a közvélemény, én sem, úgyhogy ha lehet, hozzon össze vele, és csinálnék vele szívesen interjút, ő a listavezető. Jó, köszönöm. Szóval igenis helye volna ott, és ismeri még a magyar társadalom jelentős része is az ő tevékenységüket, azt mondja, hogy igen, szükség van erre országon belül és kívül. De most, hogy azt mondja, hogy ez a rezsim megmutatta a maga valódi természetét mindenki számára, valahogy a kétfarkú kutyapártnak is meg kellene mutatnia azt, hogy mi akkor mit csinálunk egy ilyen rezsimmel szemben, hogyan lépünk vele szemben fel, és hogyan próbáljuk ezt a rezsimet lehetőleg minél előbb megbuktatni. Mi az, amit csinálunk, azon kívül, hogy minél több civilt, minél inkább segítjük őket, de az ember várná már a legfontosabb politikai kérdésekben is az önök megnyilvánulását, hogy tudja, hogy mi is az a kétfarkú kutyapárt. Én itt azt gondolom, hogy lehet az politizálásnak tekinteni, hogy meghirdettünk egy eseményt, hogy Orbánt akarodj. Meg lehet az a politizálás valakiknek,
hogy azt mondom, hogy a miniszterelnök most a földön van, most kell derinni neki egy gyomrost. Ez nekünk mindig más jelentett, és én is nem tudom, pártigazgatóként, meg újpesti polgármester jelöltként nem csak egy pártot vezetgetek, ügyvezetek, hanem ennek van egy civil szervezeti része, és egy KFT része, nem tudom, termékeket értékesítünk, nincsenek milliós helyei, így próbálunk mindenből a közcélú és egyéb hasznos dolgot kihozni, és szerintem ez az az út, amit sokan ellőhetnének, mert milliárdjaik vannak, de mégsem tesznek, hogy ezt a pénzt, ezt mi arra költjük, hogy ott, ahol csak lehet, belépjünk akár az állam helyére, belépjünk akár egy új funkcióval, civil szervezetek mellé, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez nem hoz 5000 lájkot, mint azt, hogy kiírom, hogy Orbánt akarod, viszont abból a szempontból, hogy az országban emelkedjen ki egy erő, aki csinál is valamit, nem a nulladik pillanattól a politikából élnek az emberei, hanem főként önkéntesek, vagy nagyon nyomott béren dolgoznak, ahhoz ez egy nagyon jó út, és én ezt nem is szeretném elengedni. Azért gondolom, hogy nem nyilvánultuk meg, ez nyilván nem igaz, baromi nehéz bármit is mondani, szerintem ezután az, aki tényleg hasznosat akar mondani, vagy olyat, ami előre viszett történéseket, ez pedig az edék, meg a csokiék, szerintem remekül megcsinálták, emögé kell tartalmat rakni szerintem a következő időszakban. Meg amúgy egy példát hagy mondjak, nálunk működik az igazgatási munkacsoport, ezt én vezetem, ugye ügyvezetőként, itt most jelenleg 2 gyermekvédelmi ügyünk van, és próbálunk jogsegélyszolgálattal, fizetett ügyvéddel egyébben segíteni. Nyilván ezt meg kell tanulni kommunikálni, mert kommunikálhatjuk minél inkább, de nagyon nehéz elkerülni, tudja a bolgár úr, hogy ez ne egy ilyen melverés legyen. Értem. És hát baromi nehéz eltalálni ezt a kommunikációt. Szerintem ebben nagyon sokat fejlődtünk. Ahogy más pártnál a tízegység, a kommunikáció és egyegység, a teljesítmény, nálunk ez fordítva volt, és szerintem ebben sikerült egy picit pártosodni, úgymond, akár negatív értelemben is, hogy picit jobban tudjuk átadni azt, hogy mi az a kutyapárt, és hogy miért csináljuk, és hogy miért több ez, mint a buszmegálló. Igen, értem. Még azt is értem, hogy elvileg egyszerű volna, de másfelől meg talán kontraproduktív és eredménytelen, hogyha önök is követelnék, hogy Orbánt akarodj. De önök elég kreatívak voltak az elmúlt években ahhoz, hogy nagyon szellemesen, nagyon eredetien, nagyon önállóan éreztessék azt, hogy tele van a mindenük ezzel a rendszerrel. Ha most ez a rendszer így mutatja meg magát, tulajdonképpen mindenki számára végre átélhetően, akkor azt várná az ember önöktől, hogy na most önök viszont még inkább kitalálják, nem, hogy nevessünk rajta, mert ezen sajnos nevetni semmit nem lehet, de valami eredeti módon mondják azt, hogy na ez a rendszer ezért tűrhetetlen, és mi ezért teszünk helyette ezt meg ezt, értitek? Valami ilyet várnék én, nem könnyű a feladat, elismerem, csak várom a következő pozitív és sokakat magával ragadó választ. Én mondom, egyrészt ez egy érzékeny téma. Azért ugye a miniszterelnök úr, amikor kicsapta a szabját, és elmondta, hogy ő szigorítani fog a jogszabályon, meg alkotmánymódosít, akkor már megint picit az az érzés volt az embernek, hogy ami egyébként a közbeszerzések, vagy bármi kapcsolat, hogy itthon vannak jó jogszabályok, csak azok nincsenek betartva. És azért is érzékeny ez a téma, bocsánat, mert ott van az a része, hogy persze távolabb helyezhetjük a pedagógust a diáktól, de pont egy nevelő otthonba, ahol a gyereknek meg kéne tanulnia, vagy meg kéne találni a szeretett nyelvét, kellene kapjon valamilyen testi érintkezést, szóval ezek baromi nehéz kérdések, és szerintem aki ebbe beletrappol, és akkor naponta változgatja a politika üzeneteit, hogy közvetlen köztársasági elnök választás, meg Orbánt akarod, meg egyebek, az szerintem nem fogja meg ennek a lényegét. És igen, tehát reagáltunk is erre, nem úgy reagáltunk, más pártok, igen, nincs az ATV-vel a fizetett szerződésünk, úgyhogy nem ült be este a Kovács Gergő értékelni az eseményeket munkaidőben, hanem próbálunk el is más kitalálni. Egyik akció ilyen, másik meg olyan, ez mondom, ez a pedofil ügy, ahol gyerekek érintettek, ahol szülők érintettek, ahol baromi sokan érintettek, azt úgy érdemes csinálni, ahogy a csokiék, és ezt most a csokiék csinálták meg. Köszönöm szépen Nagy Dávidnak, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója. Le fognak cseszni a központba, nagyon szükségünk van pénzre.
Igen. Pénzhető. Nincs, alig van pénzünk, és kéne valami kampány, de megint elköltöttük önökre. Hát hagyják magukat lefizetni a Fidesztől, hát nem ez a megoldás? Fizessen a Fidesz. Egy átlagos ellenzéki pártnál az államtól nagyjából 20-szor kevesebbet kapunk, ez így náluk milliárdos tétel, náluk 150 milliós, emellé rakunk be, mint nagyjából 100 milliót. Úgyhogy jöjjenek az adományok, mert már megint elfelejtettük, hogy politikai párt is. Erre mondják. Köszönöm azt, hogy szépen. Tetszettek volna bejutni a parlamentbe, mert hát a Fidesz úgy látszik lényegében ehhez köti a támogatást, a többiek meg maradjanak lehetőleg pénz nélkül, vagy csak annyit kapjanak, hogy ne halljanak ilyen, azt kész, nem? Valahogy így. Köszönöm még egyszer Nagy Dávidnak. Viszont hallásra. Én köszönöm. Viszont hallásra.